február 27-e van ma, és eljött az idő, hogy elvessem a paprikamagokat, meg paradicsommagokat, ami palantának, ami fog menni fóliaházba majd fűtetlenbe. Van nekem fólia, abba szoktam 4-4 sor paprikát vetni. Minden sorban körülbelül 23-24 darab paprika van. Egyik felébe fogok rakni ilyen fehér színű paprikákat, a másik felébe meg szeretnék kápiát, meg gigant, ami zöldből pirosba érik. Tehát számolni fogok. Hát egy kicsit több darabot fogok vetni magot, mert hogyha nem kell ki, vagy elpusztul. Tehát először is csinálok soronként mélyedéseket. Ja, meglocsoltam először földet, beraktam tőzeget edénybe, és meglocsoltam forró vízzel, hogy fertőtlenítve legyen. És most megcsinálok mélyedéseket, ilyen pálca, hurkapálcával, hogy körülbelül legyenek sorok, hogy tudjam elkülöníteni egyik sort a másiktól. Szépen sorba legyen hely, és utána lehessen könnyebben kiszedni fajtaként. Jó nedves a tőzeg, úgyhogy meleg helyen, meg berakom szobába, kályha mellé, és ott szépen ki kell. Nem számolok, hogy hány sor, körülbelül úgy egy-egy másfél centi vagy két centi sorok között rakom, hogy kényelmes legyen. És utána meg így is lehet kicsit megmélyesíteni. Olyan magukat rakok, amit már ismerem, és szeretem, és sikeres szokott lenni. Tavaly 21-én raktam magukat. És ez túl korán volt nekem, mert mire jött jó idő, hogy ki tudjam ültetni, kicsit kiöregedett palántám. Máskor meg márciusban szoktam 15-én rakni. Az már késő volt, mert mire lett olyan palántám, hogy ki tudjam rakni, egyikre már az udvarba is lehet kertbe szépen kirakni. Bevízezzem pálcának a végét, rá tapad egy mag, és szépen rakom sorba, és számolok 1, 2, 7 darab került egy sorba. Harminc szemet raktam ebből a fajtából, táltos. Készítettem előre ilyen zászlókat, ráírtam, és a sor elejére rárakom, hogy ez az, ne tévesszem el. Ez 7 vezér, azt szoktam rakni ezt a paprikát sátor közepírni, majd nem ott, ahol út van, mert nagyon nagyra nőnek a növények, és ha máshova rakom, akkor ráfekszik másik sorába, meg kényelmetlen mászkálni. Ennek a 7 vezérnek alig van mágia, azért több zacskóval vettem.
két vezért, és rakom, mint gyártás órához jelzőt. Többször kell bevizezni a pálcika végét, hogy ráragadjon a mag, és szépen felhúzunk ide sorba. Nedves földet, és rádobom, rászorom, sorok egy kicsit, megigazítjuk. Nem nagyon keményre csinálunk, csak biztosra, hogy be legyen takarva mindenhol. Simítsuk el, hogy a magok legyenek eltakarva. Most locsolni nem fogok. Föld nedves. Fogok egy nylon zacskót, duplán is lehet rárakni, de fölösleges, már akkor ilyen kettő kis ládácskára tudok használni egy zacskót. Tartja bent párát, és amikor kibújik a paprika, akkor lehet levenni róla ezt a nylont. Kettő kis ládácska szeret sikerült rakni magokkal, fóliába elég lesz. Úgy döntöttem, hogy a paradicsomot pár nap múlva vetek, mert ez gyorsabban fejlődik. És akkor pont megnő akkor, amikor lesz, kell, szükség van rá, és akkor ugyanilyen módon fogok vetni sorokba és betakarva. Nylonnal kerésik